A 12 esküdtnek egy látszólag sima gyilkossági ügyben kell ítéletet hoznia. A vádlott bűnösségét annyi tökéletesen egybevágó tény bizonyítja, hogy az egyik esküdtben felmerül a gyanú, a dolog talán túlságosan is egyszerű, és nem ártana alaposabban megbeszélni a tárgyalóteremben hallottakat. Kezdetben 11-en vannak egy ellen, ám a helyzet fokozatosan változni kezd. Öregebb lettem, igen, öregebb lettem, azt hiszem. De egyébként a maga téma és az aktualitása az egyáltalán nem változott. Nem lehet előítéletek alapján dönteni egy embernek bűnösségéről vagy ártatlanságáról, ennyi. Az idő múlik, és végül már nem is egy gyilkossági ügyről szól ez a feszült és izgalmas darab, hanem a bennünk lévő előítéletekről, félelmekről, szerepeinkről, vagy éppen a rejtegetni kívánt gyöngeségeinkről, egy szóval az emberről. Valóban csak 8 év telt el az előző bemutató óta. Ugyanakkor, mivel a helyszín nagyon speciális, hogy itt vagyunk a Városházán, és a színpad is nagyon speciális, egy egészen szűk is helyen játszunk, azért nagyon sok minden változott olyan értelemben, hogy mozgásilag, technikailag, persze a fő gondolat és maga a darab az úgy egy és ugyanaz. Hát ez egy nagy kihívás szerintem mindannyiunknak, főleg a beugróknak, úgyhogy egy kicsit mégis úgy érzem, mint hogyha egy új darabot vennénk elő, miközben persze azt játsszuk, ami 8 éve volt. A döntés felelőssége egy ember sorsa, bűnös vagy nem bűnös. De hogyan hozhat egyhangú döntést, hogyan találhatja meg a közös nevezőt egy teljesen különböző emberekből álló társaság, akik még a szavak jelentésében sem tudnak megegyezni egymással? Nagyon érdekes volt újra nézni a felvételt, mert meg kellett tekintenünk, mielőtt ezt elkezdtük. És az ember változik 8 év alatt. És a lényeget tekintve ugyanazt gondolom, és a demokrácia elveit képviselem most is. Nagyon más lesz ez az előadás, mint akkor volt. Nagyon más, de szerintem más tartalmakkal bír most és a jelen helyzetben is, és nagyon izgalmas lesz. A darab végén nincs és nem is lehet happy end. Kiderül, hogy a vádlott elvakult elítélőinek indokai mögött nem húzódik semmi, és idővel arra is ráeszmélünk, hogy komoly traumák vezettek odáig, hogy a gyűlölet ekkora teret nyert magának egy-egy ember életében.